Mára két embercsoport alakult ki a világon. Az egyik az, aki csak abban hisz, amit az érzékszerveivel fel tud fogni a világból. Egyfajta materialista, ateista életfelfogás. A másik pedig az a spirituális ember, aki elfogad szinte bármilyen elméletet, azon kívül, hogy amit mi Bibliának hívunk, a 66 könyv, az írások, az igazság, és nekünk azt szerint kellene élnünk. Minden más alternatíva lehetséges. Ennek a teljes elfogadása azonban nevetséges és teljes mértékben kizárt a legtöbb ember számára. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalon foglal helyet. Ez az egyetlen közös nevező a világ népességének felfogásában. Ennek ellenére a legtöbb embernek az életének része számos fogalom, melynek eredete visszavezet minket az írásokhoz. Az egyik ilyen fogalom az apokalipszis. Mint a legtöbb dolgot, ezt is félreértelmezik, hiszen nem veszik a fáradtságot, hogy utána nézzenek, hogy mit is jelent ez valójában. A legtöbb ember számára az apokalipszis valamiféle világvége jelenséget takar, mely az emberiség teljes pusztulásával jár, katasztrófával, esetleg egy meteorit vagy aszteroida becsapódásával, betegséggel, éhínséggel, háborúskodással, halállal, szenvedéssel és az emberiség lassú kipusztulásával azonosul. Azt szerettem volna bemutatni ebben a videóban, hogy honnan is ered ez a kifejezés, apokalipszis, és mit is jelent valójában? Mi az eredete ennek a szónak? Menjünk vissza oda, ahol a kifejezés elnyerte az eredeti értelmét, és nézzük meg, mi az, amit megtudhatunk ebből. A probléma az, hogy ha megnézzük a szótár jelentését az apokalipszis szónak, akkor azt találjuk, hogy mint főnév egy végítéletszerű, mindent elpusztító katasztrófát jelent a kifejezés apokalipszis. Amit írnak az eredetéről, az az, ami számunkra érdekes lehet. Ugye arról beszélnek, hogy Szent János jelenések könyve, amely többek között misztikus jóslatokat tartalmaz a világ végéről, és az azt közvetlenül megelőző szörnyűségekről. Az érdekes azonban az apokalipszis szó eredete, mely latinul apokalipszis, azaz kinyilatkoztatás, míg a görög nyelven apokalypto, ami annyit tesz, hogy felfedni. Apo, fel, kalypto, fed vagy takar. Ha megnézzük a massotar.hu nevű oldalt, akkor azt találjuk, hogy az apokalipszis görög eredetű szó, és annyit tesz, hogy jóslat vagy kinyilatkoztatás. Arról ír, hogy Szent János apostolnak tulajdonított kinyilatkoztató jóslatszerű írás az Új Szövetségben, a végítéletről szóló látomásait festi le benne a szerző, az első keresztények szilárdan hittek benne, hogy még életükben eljön a világ vége, és Isten elpusztítja a világot, és az arra méltókat a mennyei Jeruzsálembe fogadja be. Azt is megtudhatjuk, hogy az apokalipszis az egy külön irodalmi műfaj volt az időszámításunk előtti második évszázadban, legalábbis itt azt írja, és az apokalipszis szerzője a kinyilatkoztatást látomás formájában kapja, és azután írja le. A műfajban minden jelképpé válik, például jelenések könyve a Bibliában, irodalom. Még egy bejegyzést találunk itt, ami azt írja, hogy világvég látomás, isteni megnyilatkoztatásnak tartott látomás a világ pusztulásáról és végéről a Biblia jelenések könyvében, Új Szövetség. Akit valóban érdekel, hogy mit is jelent az apokalipszis szó, annak el kell menni a jelenések könyvébe, mégpedig jelenések könyve Higgaló 1-es fejezethez. Ez pedig így szól. Jehusá Másiák kijelentése, amelyet adott néki Elohim, hogy megmutassa az ő szolgáinak,
amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén az ő angyala által, megjelenti az ő szolgájának, Jehukanonnak vagy Jánosnak, aki bizonyságot tett Elohim beszédéről és Jehusá HaMásiák bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Ez a kifejezés, hogy kijelentése, ez a görög szó. Strong's G602, Apokalipszis. Apokalipszis. Melynek jelentése az írásban főként kinyilatkoztatás, vagy valaminek a felfedése. És hogyha megnézzük pontosan azt, hogy hogyan is használja az írás, akkor látjuk, hogy 18 alkalommal szerepel a kifejezés, és általában azt jelenti, hogy valami fedetlenül vagy mesztelenül van, vagy valamit meszteleníteni. Ezen kívül az igazság felfedése, illetve tanítás, vagy instrukció, vagy útmutatás korábban nem ismert dolgokra vonatkozóan, illetve ezen kívül leír olyan eseményeket is, melyek segítségével különböző dolgokról, vagy emberekről, vagy ezek állapotáról megtudhatunk információkat, illetve ezen információk napvilágra kerülnek. Ezen kívül megjelenés, vagy pedig külső, vagy manifestálódás. Ha megnézzük a Strong's definícióját az apokalipszis, vagy apokalipszis szónak, akkor láthatjuk azt, hogy ez felfedés jelent, valaminek a megjelenése, kinyilatkoztatás, valaminek az eljövetele, megvilágosodása, vagy megvilágítása valaminek, megjelenése, felfedése, vagy egy jelenés, vagy bármilyen információnak a felfedése, vagy kinyilatkoztatása. Ha megnézzük a Thayer's görög lexikont, akkor azt találjuk, hogy az apokalipszis kifejezés annyit tesz, mint a felfedése valaminek. Ha valaki látta a fej befedése videót, sorozatot, akkor azt tudhatja, hogy a katakalipto az a fej eltakarását, vagy teljes letakarását jelenti, az apokalipszis pedig annak, vagy valaminek, bárminek a kitakarását jelenti, pontosan az ellenkezőjét. De hasonló dolgokat ír, amit láthattunk korábban, valami, ami mesztelenül fekszik, vagy ki van takarva, vagy csupasz, az igazság felfedése, vagy valamilyen útmutatás, instrukció, valamilyen Elohim által elrejtett dolgoknak a felfedése, melyek korábban nem voltak ismeretesek. Különösképpen ugye a megváltása az üdvösséggel kapcsolatban, mely Elohimtől személyesen érkezik, illetve a másiák által. Különösképpen ugye itt azt jelenti, hogy a Ruach HaKodesh, a Szent Szellem kinyilatkoztatásának segítségével. Ez szintén egy megkülönböztetett módszere, illetve eszköze az instrukciók, illetve az útmutatás emberekhez való eljuttatásának, úgy mint az apokalipszis, vagy a felfedése a dolgnak, vagy a jelenés, ez a fajta instrukció. Ha megpróbáljuk ennek a tükrében értelmezni jelenések könyve első fejezet 1-től 3-ig verseket, akkor rájöhetünk arra, hogy az az elképzelés, ami az embereknek a fejében él, hogy az apokalipszis az valamiféle világot elpusztító dolog, vagy egy hatalmas tragédia, világháború, robbanás, vagy egy aszteroida, az egyáltalán nem fedi a valóságot. Az apokalipszis inkább az ellenkezőjét jelenti ennek a dolognak. Az apokalipszis valamilyen információnak a felfedése, valamilyen útmutatások, illetve titkoknak az emberekhez való eljuttatását jelenti, ezeknek a kinyilatkoztatását, egyfajta jelenést jelent. Az igaz, hogy a későbbiekben jelenések könyve valóban leírja a világ úgymond végét előrejelző, illetve a közvetlenül a végét körülvevő eseményeket, azonban maga a kifejezés nem ezt jelenti. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, hogyha így próbáljuk megközelíteni ezt a három verset, akkor látjuk, hogy számtalan alkalommal utal arra a szerző, hogy mit is jelent valójában ez a szó apokalipszis,
vagyis kijelentés, vagy jelenés. Nézzük meg még egyszer. Jehusá Mássiá kijelentése, amelyet adott néki Elohim. Ugye először is Elohim az, aki adja ezt a kijelentést. Láthatjuk, hogy a apokalipszis valami, ami Elohim által adatot azért, hogy megmutassa az ő szolgáinak, azaz ez megmutatja, amiknek meg kell lenniük hamar, amik be fognak következni. Ezért írja azt, hogy ez egy speciális módja az információ, az instrukció, vagy az útmutatás eljuttatásának, az emberekhez való eljuttatásának. Ő pedig elküldvén az ő malákja, vagy angyala által, azaz elküldi ezt, adja, ami megmutatja, aztán elküldi, megjelenti az ő szolgájának, Jehukonnak vagy Jánosnak, azaz megjelenti. Aki bizonyságot tesz erről, Elohim beszédéről és Jehusá Hamásiá bizonyságtételéről, mindenről, amit látott, tehát ő látta ezt a kijelentést. Boldog, aki olvassa, azaz mi olvashatjuk, és akik hallgatják, azaz hallható e profétálásnak beszédeit, ezek szerint ez egy beszéd, és megtartja azt, azaz ez már egy cselekvés lesz, ami a viselkedésünket befolyásolja, melyek megirattak abban, mert az idő közel van. Láthatjuk, hogy a kijelentés az végighalad az egész hierarchián, Elohim, a fiú, az angyal, a malák, utána az, akinek kijelenti, és végül eljut az emberekhez. Egyrészt látjuk az egész folyamatot, azokat a lépcsőket és fokozatokat, ahogyan eljut ez hozzánk. Másként más értelemben pedig láthatjuk azt, hogy milyen különböző formákat ölt ez a kijelentés, illetve ez a jelenés, ez az információ, ami eljött. És ezt fejezik ki ezek az igék, melyeket használ a szerző. Az, hogy adja, hogy megmutatja, hogy elküldi, hogy megjelenti, hogy bizonyságot tesz, hogy látja, olvassa, hallja, hogy megtartja és megírja. Az összes formája az információ közlésének és fogadásának szerepel ebben a három versben. Ez az, ami tulajdonképpen az apokalipszis. Egy információ, egy útmutatás eljut a teremtőtől egészen a teremtményig, akinek ezzel szeretne segíteni abban, hogy tudja, hogy mi az, ami meg fog történni. A kifejezés apokalipszis először Lukács vagy Lukács második fejezetben fordul elő, meg fogjuk nézni mindjárt, hogy hol. És ímé van a Jeruzsálemben egy ember, kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz, és Istenfélő vala, aki várta a Izrael vigasztalását, és a Ruach HaKodes vala ő rajta. Ugye Simeonról van szó, aki már öreg volt ekkor, és a halálán volt gyakorlatilag. Ez ki fog derülni. És kijelentett néki a Ruach HaKodes által, ez ugye Elohim az, aki kijelentette neki, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja Jehuának Másiákját. Másiák ugye felkent. Tehát ő tudta, illetve várt a Másiák eljövetelére. És a ruak indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jehusát bevivék szülői, hogy ő érette a törvény, a Tora szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá Elohimet, és mondta: mostan bocsátod el, Jahua, a te szolgádat, a te beszéded szerint békességben. Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népek szeme láttára. Világosságul a pogányok vagy népek megvilágosítására és a te népednek, Izraelnek dicsőségére. Azaz, ő azt a pillanatot várta, amikor eljön az a megváltó, akiről az egész könyv szól. A könyv, úgy értem, a Tanák, a Tora, a Neviim és a Ketuvim, a Zsoltárok, az írások, illetve maga ugye a mózesi könyvek. Ő várta ezt a megváltót, hiszen neki kijelentette a Szent Szellem, a Ruach HaKodes, hogy ez el fog jönni. Mikor meglátta ugye Jehusát, a gyermeket, akkor értette meg, hogy mi is az a kijelentés, amit ő kapott. Ez a szó megvilágosítására, a pogányok megvilágosítására, ez a kifejezés apokalipszis. Azaz megvilágosítására olyan értelemben, hogy megértsék azt, hogy mi az út, amin járni kellett volna. Illetve járnunk kellene, illetve ugye
Jézusnak a dicsőségére. De ami érdekes az az, hogy a pogányok ugye nem tartoztak Izrael közösségéhez, illetve az úgymond Jézusnak házához. De ez volt az a gyermek, aki felnövekedvén a másiák, a felkent, a megváltó lett, aki révén a pogányok, illetve a többi nép is eljuthat a megvilágosodáshoz. Ugye a megvilágosodás jelenti magát, az igét, azaz általa értetik meg a népek, hogy hogyan kellene élni. Ezt érti megvilágosítás alatt. Elvezeti őket a sötétségből, amiben ma is van a világ nagy része, a világosságba, ami szerinte az ő elgondolása szerint világosság, ami az ő instrukciója, Tora szerint való élet. Második rómaiakhoz, második fejezet 1-től 5-ig, második megjelenése ennek a szónak. Annak okáért menthetetlen vagy, ó ember, bárki légy, aki ítélsz, mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz. Ez egy külön tanulmány, hogy most mi az ítélet, és mi az, amiről Saul beszél, de egyértelmű szerintem minden is arról beszél, aki képmutatóan ítélkezik, mint a farizeusok, akik nem cselekedték azt, amit elvártak másoktól. Ez erről beszél, mint ítélet. Nem arról beszél, amikor valaki figyelmezteti a másikat, hogy az rossz úton jár. De haladjunk tovább. Az igazságtalan ítéletről és a képmutatásról beszél Saul. Tudjuk pedig, hogy Elohimnek ítélete igazság szerint van azokon, akik ilyeneket cselekesznek. Azaz Elohim tudja az emberek szívének a gondolatait, és ő igazságosan ítéli meg majd az embereket, mikor eljön annak az ideje. Vagy azt gondolod, ó ember, aki megítéled azokat, akik ilyeneket cselekesznek, és te is azokat cselekszed, hogy te elkerüled Elohimnek az ítéletét. Az, mint ahogy ma működik a világ, vagy az igazságszolgáltatás. A korrupcióval és minden mással ugyanígy volt akkor is. Az emberek eljátszották, a farizeusok különösen és az írástudók, akiknek birtokában volt az úgymond a Tora tudása, illetve a hatalom a Jeruzsálemben, illetve az akkori Izrael területén, akik másokat megítéltek, és azoknak az ítéleteknek súlya volt, hiszen tudjuk, hogy mik a következményei a törvény megszegésnek, hiszen akik ismerik a Torát, azok tudják, ők akkor így éltek. Erről beszél Saul, az ilyenfajta ítéletről, nem arról, amit ma az emberek mondanak, hogy ma már mindenki csinálhat bármit, a válasz egyből az, hogy ne ítélj másokat. Ez nem ítélet, amikor figyelmezteti az ember a másikat, ez ítélet akkor más jelentett, mint amit most jelent számunkra. Avagy megveted az ő jóságának, elnézésének és hosszú tűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy Elohimnek jósága téged megtérésre indít. A probléma ugye akkor az volt a képmutatás, ez az, amiről beszél Saul. Azáltal, hogy az emberek úgy cselekedtek és úgy éltek, plusz az, hogy a gyülekezetekben egymást megítélték az emberek, miközben mindannyian tanulunk. Igazából más az, amikor figyelmezteti az ember azokat, akikről tudja, hogy az utat szeretnék járni, vagy az, amikor arról beszél, hogy azok bűnösök, és ezt hívja Saul ítéletek, plusz ugye akkor a farizeusok viselkedését. Ezáltal az ember ugye semmibe veszi azt, hogy az Atya mennyi időn át tűrte mindazokat a dolgokat nekünk, amelyeket cselekedtünk, annak ellenére, hogy ő tudta, hogy rossz úton járunk, mégis hagyott időt nekünk, hogy megváltozzunk és próbálkozzunk, mi pedig ezt a türelmetlenségünkkel, illetve a képmutatásunkkal nem tudjuk lemásolni. Ez az, amit ő szeretne, hogy megváltozzon az ember karaktere. Nézzük, hogy fejezi be. Legalábbis ezt a gondolatot. De te, a te keménységed, ugye a nyak a keménység, erről beszél, és meg nem tér szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot, a haragnak és Elohim igaz ítélete kijelentésének napjára. Ez ugye az utolsó időszak, amikor mindenki ott fog előtte állni az ítélet napján. Ez a szó az ítélet és a harag kijelentésének napja, a kijelentés, apokalipszész, ez az a kifejezés, melyet ma ugye mi apokalipszisnek ismerünk. Láthatjuk, hogy felfedés jelent, vagy pedig ugye kijelentést. Igazából a pusztításhoz nincsen köze.
Szintén Saul Rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetében, 19. versben ezt olvashatjuk, mert a teremtett világ sóvárogja várja Elohim fiainak megjelenését. Ez a szó megjelenését a görög szó apokalipszis. Ebből láthatjuk azt is például, hogy Elohim fiai folyamatosan, illetve mindig is el voltak rejtve, hiszen apokalipszis azt jelenti ugye, hogy valaminek a felfedése, valami, ami addig rejtve volt. Azaz nem valamiféle feltűnése, hanem inkább megjelenése vagy felfedése ezeknek az embereknek. Rómaiakhoz 16:25-27 nagyszerűen mutatja ismét csak, hogy mit is jelent ez a szó apokalipszis. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én jó hírem és Jehusá HaMásiák hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Elohim parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván, az egyedül bölcs Elohimnek, Jehusá HaMásiák által dicsőség mindörökké. Amén. Szóval, ez egy tökéletes példa arra, hogy mit is jelent a szó, hiszen pontosan ez az, amit megtudhattunk az elemzése során, ugye a szótárak szerint, amit itt feltár. Egy olyan titok, amely el volt rejtve korábban, és felfedezi most. Mindig is ott volt, csak a szem elől volt rejtve. Felfedezi, úgy, mintha valami le lenne takarva, és azt leleplezi. Ugye arról beszél, hogy ez mindez ideig meg volt írva, ahogy mondtam, a Tanákban, a proféták, a Zsoltárok és a Torában mindig is erről volt szó, hogy el fog jönni, majd a szó maga testet öltve azért, hogy megmutassa az utat, visszavezesse Izraelt egyházzá, illetve az összes népeket, melyek úgy élnek és elfogadják őt, egyesítse egy néppé. Ez volt a titok, mely a kezdetektől fogva el volt rejtve. Ez az, amit felfedett az eljövetelével. Apokalipszis. 1 Korintusi 1:7 így szól. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Adonájunk Jehusá HaMásiák megjelenését. Ugye a szó megjelenését, apokalipszis, és ezúttal azt jelenti, hogy feltűnik, hogy megérkezik, hogy valami, ami nem volt ott addig, megjelenik. A következő 1 Korintusi 14:6 vers, mely így szól, ha már most, atyám fiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, apokalipszis, vagy ismeretben, vagy profétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok. Arról beszél Saul, hogy mi értelme van annak, amit mostanában csinálnak bizonyos gyülekezetek, vagy az egyház különböző frakciói, vagy formái, ez amit ők nyelveken szólásnak hívnak, mikor össze-vissza hablatyolnak valamiféle érthetetlen dolgot. Arról beszél, hogy mi értelme van ennek, hogyha oda megyek hozzátok, és ezt csinálom, és nem árulok el semmiféle újdonságot, azaz nem jelent ki semmit, semmi újat, nem hoz valamilyen kijelentést az atyától, ha nem mutat rá valamiféle ismeretre, vagy információra, nem profétál, illetve nem tanítja őket, akkor minek beszéljen ilyen nyelveken? Ez az, amiről itt beszél. Vagy úgy, hogy nem érti senki más, mi értelme van. Azonban a kijelentés, ugye itt arra vonatkozik valami, amit elhoz ő az atyától, mint információt nekik. Egy kicsivel később, ugyanitt 1 Korintusi 14:26-ban így ír. Hogy van hát, atyám fiai? Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre legyenek. Ugye arra szólít fel, hogy minden, amit csinálnak, ha egybegyűlnek, az arra szolgáljon, hogy az utat járják, erősítsék egymást, és közelebb kerüljenek az atyához. Ez az, amit mindannyiunknak tennünk kellene. És ehhez hozzájárulhattak az emberek, úgy, hogy zsoltárt írnak, vagy énekelnek,
tanítják egymást, vagy ugye ez a nyelveken szólás, ha valaki. Ugye itt arról beszél a nyelveken szólás, hogyha van értelme annak, amit mondunk, valaki számára. Van ott egy csomó ember a világ különböző pontjairól, valaki elkezd beszélni egy nyelven, amit mindenki ért. Ez egy spirituális dolog a nyelveken szólás, nem az a fajta hablatyolás, amiről manapság ez szó. Azonban nem is ez a lényeg. A kijelentése, azaz, ha van valami, amit számára felfedett Elohim ilyen vagy olyan formában, akkor azt elhozza nekik, és elmagyarázza, és megmutatja neki. Nekik. Második Korintusi 12.1-ben szintén használja ezt a kifejezést Saul. A dicsekvés azonban nem használ nekem, rátérek azért a látomásokra, és Jahuának kijelentéseire. Ugye ezek azok a kijelentései, apokalipszis, amelyeket ő neki adott, hogy hozza el ennek a gyülekezetnek. Ugyan itt a 7-es vers így szól. És hogy a kijelentések nagysága, azaz apokalipszis, miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a satán malákja, angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Arról beszél Saul, hogy ugye az a rengeteg információ, az a nagyon nagy tudás, ami, és az az értelem, amivel ő tanította ezeket az embereket, az könnyen az ember fejébe szállhat. Ezért ezt úgy oldotta meg Elohim, hogy megengedte a Sátánnak, hogy gyötörje őt, valamilyen fizikális probléma lehetett ez, hogy emlékeztesse folyamatosan arra, hogy mi is az, amiért ő kapta, hogy ő is egy ember, hogy ő is az utat járja, hogy nehogy elbízza magát. Ez az, amiről beszél. A lényeg azonban számunkra az, hogy a kijelentés, ez ugye apokalipszis, és ez ugye azok az információk, melyeket ő kap, illetve megért, és továbbad aztán az embereknek, a gyülekezeteknek. Szintén nagyszerű az, amit itt érthetünk meg az apokalipszisről, mégpedig Galatákhoz 1.12, mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem Jahusá, Hamásiák kijelentése által. Eltanulta valakitől, vagy megtanították rá, hanem ez egy kijelentés, ez egy közvetlen információ, ami ugye a Másiáktól érkezik. Egy kijelentés. Ugyanígy Galatákhoz második fejezet, második vers így szól. Fölmentem pedig kijelentés, apokalipszis, következtében és eléjük adtam a jó hírt, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. Kijelentés, ez szintén egy úgymond információ, ami Elohimtől érkezett hozzá, amit aztán neki el kell vinnie a pogányoknak. Ez az, amire ismét csak utal ez a szó. Valami, amit számára felfedett Elohim, vagy megjelenített neki. Annak érdekében, hogy terelje az embereket a helyes úton. Nem csak Saul, hanem ugye természetesen ő maga Elohim. Efézusiakhoz 1.17 így szól, hogy Adonai Jahusá Hamásiáknak hatalmassága, a dicsőségnek atya adjon néktek bölcsességnek, és kijelentésnek ruachet, lelkét az ő megismerésében. Azaz akárcsak a bölcsességnek, ennek az apokalipszisnek, vagy kijelentésnek is van egy szelleme, egy ruachja, melyet az atya ad az által, hogy mi megismerjük őt, és azért, hogy jobban megismerjük őt, és segíthessünk egymásnak. Kijelentés ugye megint csak az információ, amit ő eljuttat hozzánk, az az útmutatás, vagy pedig bármi, amit felfed számunkra, amit esetleg addig nem értettünk. Efézusiakhoz 3-as fejezet 3. vers így szó, hogy kijelentés apokalipszis útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elébb megírám röviden. A kijelentés ismét csak ez a szó, amit mi vizsgálunk, arról beszél, hogy megint csak egy titkot fed fel. Egy olyan dolgot, ami létezett, csak eddig számunkra nem volt ismert, ez az, amit ő felfed, megvilágosít minket, megjeleníti ezt. Leleplezi ezt a dolgot, ezt jelenti a kifejezés. Saul használja újra ezt a szót a Tesszalonikaiakhoz írt második levelének első fejezetében, a 7. versben így ír. Néktek pedig, akik szorongattattatok, nyugodalommal, mi velünk együtt, amikor megjelenik Adonai Jahusa az égből az ő hatalmának
malákjaiba vagy angyalaiba. Ebben az esetben nem azt jelenti, hogy felfed valamit, hanem az, hogy megjelenik. Ez a második eljövetelről beszél nekik, illetve arról, hogy ugye halottak feltámadnak, és az élők csatlakoznak, és így mindenki csatlakozik a másiákhoz, amikor visszatér. Ugyanerre utal szó szerint Kefa első levelében, 1. Péter 1. 7. vers, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicsérete tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jehussák a másiák megjelenésekor. Apokalipszis. Figyelmezteti őket arra, amire mindenki más eddig a könyv során, hogy amennyiben az ember nem úgy él, akkor esetleg nem lesz dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltó, amikor megjelenik majd a másiák. Ez a szó megjelenésekor, apokalipszis szintén. Néhány versen lejjebb, a 13-as versben szintén ezt a szót használja, annak okáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jehussák a másiák hoz néktek, mikor megjelen apokalipszis. A 4-es fejezetben a 13-as vers pedig, sőt, amennyiben részetek van a másiák szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor, apokalipszis, is vigadozva örvendezhessetek. Azaz, teljesen mindegy, hogy min megy keresztül az ember az élete során, amennyiben az úton marad, és hitből és szeretetből járja azt, akkor örülhet ennek, hiszen amikor visszatér majd a másiák, akkor vele együtt örvendezhet, és mindenkivel, ugye a bárány menyegzője. Ezzel pedig visszaérkeztünk oda, ahol elkezdtük, ez pedig Jelenések könyve, Higgaló 1-es fejezet, 1. és 2. vers, Jehussák a másiák kijelentése, apokalipszis, melyet adott néki Elohim, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar, ő pedig elküldvén az ő angyala vagy malákja által, megjelenti az ő szolgájának, Jánosnak, Jehukononnak, aki bizonyságot tett Elohim beszédéről, és Jehussák a másiák bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Ez az apokalipszis, vagy apokalipszis szó jelentése. Úgyhogy, ha visszamegyünk a forráshoz, és megvizsgáljuk, hogy miről is szól ez a kifejezés, akkor megértjük azt, hogy teljesen más, mint amit mi gondolunk erről. És hogyha így közelítjük meg, akkor lehetséges, hogy másképp állunk hozzá majd ehhez a könyvhöz, és megpróbáljuk valóban értelmezni, hogy mi is az, amit fel akart fedni számukra. Mi az, amit le akart leplezni, mi az, amit tudomásunkra akart hozni, amit kijelentett nekünk, hiszen a célja az volt, hogy tudassa velünk, amiknek meg kell lenniük hamar. Nem pusztulásról beszélt, vagy atomháborúról, vagy robbanásokról, vagy halálról. Ő kijelentette azt, ami meg fog történni. Az, hogy azok részei ennek, az egy másik dolog. A kifejezés maga, apokalipszis, az nem azt jelenti, és nem az, amit takar. Az igazi apokalipszis az az információ áradat, ami eljutott az egész világhoz az internet segítségével. Természetes, hogy amiket a könyvben leírt János számára, amiket kijelentett, azok mindig is ott voltak. Nyilván azokra a kijelentésekre gondolt elsősorban, amikor ezt a kifejezést használta. Megmutatta neki a múltat, az ő jelenét és a jövőt, illetve a legutolsó időszakot. Ez volt az az apokalipszis, vagy kijelentés, amit adott neki Jehussák a másiák által, és a malák vagy angyal segítségével, vagy közvetítésével. Azonban én úgy gondolom, hogy a mi időszakunkra, ami kétségkívül ez az utolsó időszak, egy másik lehetséges értelmezési módja is van, ez az, amire utaltam az előbb. Úgy gondolom, hogy van egy tágabb értelemben vett apokalipszis, vagy kijelentés is. Ez pedig az, amit mi internetnek hívunk.
az információ áramlása vagy megjelenése, megjelenítése, elérhetősége az egész világon szinte mindenki számára. Ez a másik apokalipszis. Lehetőséget adott még utoljára mindenkinek, hogy eljuthasson hozzá ez az információ. És amikor azt mondja, hogy az angyal trombitál és a jó hír terjed az egész földön, az természetesen a tanítványok, az apostolok, ahogy terjesztették a hitet, és utána az terjed futótűzként szét a világon, azonban a mi korunkban most, amiben mi élünk, az internet az, aminek segítségével ez az egész elterjedhet a világon. Ez az utolsó időszak, az, amikor lehull a lepel az összes hazugságról, amikor megjeleníti az egész világnak szépen lassan az, hogy mi az igazság, megmutatja azt, hogy a valóság, amiben a legtöbb ember eddig élt, vagy mindannyian éltünk, az egy hazugság, és igenis az ellenség az, aki uralja ezt a világot, és felfedi, és leleplezi azon eszközök segítségével, Elohim, ezt a hazugságot, melyet pontosan azért talált ki a rendszer, hogy a lehető legtöbb embert megtévessze. Ez a másik apokalipszis, ami a mi időnkben zajlik. Az igazságnak a leleplezése. Az, hogy egy álomvilágban éltünk, és végre lehetőségünk van arra, hogy az információt tulajdonképpen egyetlen újunk segítségével megszerezzük. Korlátlan mennyiségű információ, ingyen elérhető. Aki ezt nem használja ki, az vesztegeti az idejét. Ez az igazi apokalipszis, ami zajlik a mi időnkben. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!